A városban nagy várakozás előzte meg a márciusi ifjak autós találkozót, de az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők, több mint 100 autós. Voltak, akik kifejezetten a négykerekű felhozatalra voltak kíváncsiak. Nagy autókedvelők vagyunk, igazából a férjem által csatlakoztam ehhez az eseményhez, mert ő a nagy autókedvelő, és engem meg így húzott magával, és azért jöttünk el, hogy megnézzük, hogy milyen autókat láthatunk ma itt ezen a rendezvényen. Másokat az autócsodák mellett a társaság is vonzott. Szeretem az autókat is, de inkább az emberek. Tehát itt van egy olyan társaság, ami nagyon ritkán találkozik. És én úgy gondolom, hogy ez a program teljesen jó arra, hogy régi barátokat, haverokat összehozzanak, elbeszélgessenek, nem csak az autókra, tehát az életnek a dolgairól is. A szervezők célja is hasonló volt. Lehetőséget szerettek volna teremteni az autósoknak, hogy jobban megismerjék egymást és a Kanizsán fellelhető autóritkaságokat. Úgy gondoltuk, hogy régen volt már Nagy Kanizsán ilyen rendezvény, hogy megpróbálnánk a fiatalokat, illetve az autós közösséget egy kicsit jobban összehozni, hogy egy kis szórakozást, pihenést összehozzunk. A találkozót különböző programok is szídesítették, mint például a városban kuriózumnak számító felvonulás, de volt autós limbó is.